Vércukorszint, vérnyomás és testösszetételmérésen is részt vehettek azok, akik ellátogattak a bátaszéki egészségnapra. A szexádi járásban már nagyon sokan tudják, hogy egészségfejlesztési iroda működik 2018 óta a Tolna megyei Balassa János Kórház berkein belül egy pályázatnak köszönhetően. Jelen pillanatban a pályázat fenntartási időszakát éljük, de ugyanúgy csinálunk mindenféle programot. Szexuális járás 17 településén dolgozunk, és a 17 településen egészen a várandóságtól kezdve az időskorig nagyon sok programot és lehetőséget kínálunk a lakosság számára, hogy az egészség megőrzését tudja valamilyen formában, kordában tartani. A mai napnak az apropója az, hogy egészségnapot tartunk Bátaszék városába, és tulajdonképpen ez egy sorozatnak a része. A sorozat az pedig onnan adódik, hogy a dr. Tóth János szülésznőgyógyász-onkológus főorvos úr szintén járja a megye településeit, és nőgyógyászati citológiai vizsgálatokat végez, illetve emellett bőrgyógyászati szűrést is végez, illetve az emlő vizsgálatát is megteszi, illetve megtanítja az odabetérő asszonyoknak. Mi csatlakoztunk ehhez a programhoz, mégpedig a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közreműködésével, hiszen ott a szűrési koordinátor, aki ezeket a szűréseket szervezi, és ennek kapcsán csatlakoztunk mi ehhez, és most már több településen voltunk így a Tolna megyébe, illetve a járásba. A rendszeresen elvégzett szűrővizsgálatok nagyban hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, hiszen időben képesek kiszűrni egyes betegségeket. A nőgyógyászati vizsgálatokon kívül, amit az egészségfejlesztési iroda végez, az vérnyomásmérés, vércukormérés. Ugye mindenki számára tudott az, hogy ezek népbetegségek, tehát ezt csináljuk, hogy megmérjük a vérnyomást, megmérjük a vércukrot, és hogyha ott emelkedettebb, magasabb értéket találunk, akkor azt mindenképpen megbeszéljük a hozzánk betérőkkel, és hát házi orvoshoz vagy szakorvoshoz irányítjuk. A másik közkedvelt vizsgálat, most főleg a Covid óta, ez a véroxigén mérés, úgyhogy ezt is meg szoktuk mérni. Ez különösen azoknak érdekes, akik dohányosok. De akik dohányosok, őnekik szénmonoxid mérést is tudunk végezni, ami megmutatja, hogy gyakorlatilag ugye maga a dohányzás mértékéből adódóan, hát mennyire csökkent a tüdőkapacitás. Tehát ilyen értelemben meg szoktuk ajánlani a dohányzásról való leszokás lehetőségét. Szintén népbetegségnek számít az elhízás, melynek leggyakoribb oka a kevés testmozgás és az egészségtelen étkezés. Testösszetételmérést csinálunk, amiben a maga a testzsír, a zsigeri zsír, ami ugye különösen a hasi szervek között rakódik le, ezeknek a mérését, és megbeszéljük a páciensekkel, vagy a kliensekkel, akik meglátogatnak bennünket, hogy gyakorlatilag mi lenne az út, amivel az egészségükért többet tehetnének. Úgyhogy mi a mai napon ezt tesszük, és mindenkit szeretettel várunk, aki betér hozzánk. Elég sok helyen voltunk most, akár a településeken, de falunapokra is megyünk hétvégente, és ott is azért olyan 30-an, 40-en, 50-en azért meglátogatnak bennünket, és szokták kérni ezeket a méréseket, és nagyon, akik minket meglátogatnak, nagyon hasznosnak érzik. És sajnos azt is el kell mondanom, hogy bizony vannak fiatal emberek, akiknél én magam is a múlt alkalommal, nem mondom melyik településen voltunk falunapon, 180-as vérnyomást mértem. Hát azért az nagyon magas, és ő nem tudott a magas vérnyomásáról, és 20x éves volt. Tehát nyilvánvaló, ilyenkor azért nagyon oda kell figyelni, és minél előbb orvoshoz irányítani a pácienst, hiszen ő neki még nagyon sok van vissza az életéből, és az nem mindegy, hogy éli le. Az emberek számára fontos lenne a szűrővizsgálatok fontosságának felismerése, de nagyon sokan még véradásra sem járnak el. A média is egyébként nagyon segítőkész, mert hát a televízióban is többször voltunk már, a rádióban is, meg egyéb újságokban, stb. Az nagyon nagy segítség egyébként. De összességében véve, most már van Facebookunk, a fiatalok azt tudják kezelni, és akkor gyakorlatilag ott is meghirdetjük ezeket a programokat, a plakátok kikerülnek az adott településekre. Tehát összességében véve azért, ami tőlünk telik, azt megpróbáljuk megtenni, és ha valakivel már sikerül beszélgetnünk, akkor már azt gondoljuk, hogy nagyon sok mindent tudunk azért segíteni abban, hogy ő valóban fontos legyen az egészsége. De ha megengedi, akkor én azt még elmondanám, hogy aki minket meglátogat, ő neki alapból fontos ez a téma. Aki nem látogat meg, na ott van a probléma,
mert ugye ő még nem is jutott el arra sem, arra a szintre sem, hogy húha, tényleg kéne egy vérnyomás méret, nem, hiszen itt van a lehetőség. És ezt tapasztalatból mondom, hogy majdnem úgy vadászom be néha az embereket, hogy tessék már bejönni egy vérnyomásmérésre, semmi probléma nem lesz belőle, és hát akkor talán bejönnek. Tehát, hogy azokat kéne elérni inkább, akik kevésbé foglalkoznak ezzel a témával. Aki a jövőben szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, a Tolna megyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodájában tájékozódhat a részletekről.